A Mi Hazánk Mozgalom főpolgármester előtteként köszöntöm Önöket! Különösen örömömre szolgál, hogy itt az irodámban fogadhattam Drimál Tibor urat, a Magyar Autós Érdekvédelem Egyesület elnökét. Két okból is különösen fontos ez a találkozó, ami már nem az első. Az egyik az, hogy az alulról szerveződő civil szervezetek mindig is nagy segítségünkre voltak, és úgy gondoljuk, hogy ők a szemünk és a fülünk a társadalomban. Tehát a lakosságot összekötik a közélettel, ezt a törekvésüket pedig mi mindig támogatjuk. Ők azok a szervezetek, akik hidat képeznek az emberek problémái és a lehetséges közéleti megoldások között. A másik ok, amiért különösen fontos, hogy Rimá Tiborral folyamatos tárgyalásban vagyunk, az a Budapest programunk. Budapest város védelmi és fejlesztési terve, ugyanis az egyik legfontosabb kérdésnek, a budapesti közlekedés gondjainak megoldását tartja. Ez az egyik legfontosabb pillére a programunknak. Köztudomású, hogy Budapesten a baloldali doktrína alapján a Vitézi Dávid fémjelezte, majd Karácsony Gergely által továbbfejlesztett doktrína alapján egy igen erősen autós ellenes politika alakult ki. A kerékpársávok nem csak a kerékpárosok érdekeit hivatottak képviselni, hanem az autósok érdekei ellen épültek meg. Mi úgy gondoljuk, hogy ezek szándékosan autós ellenes tevékenységek. Mi ezt úgy foglaltuk össze, hogy baloldali közlekedés. Mi a baloldali közlekedést meg fogjuk szüntetni Budapesten. Nyílt utat engedünk az autós forgalomnak, az akadályozás helyett egy folyamatos és kevésbé környezetszennyező közlekedési megoldást kínálunk Budapesten. Hát is adom a szót Rímál Tibor úrnak, hogy a további részleteket mondja elő. Köszönöm szépen! Drimárti Orrajuk, az autós weboldal alapítója, és az erre a célra létrehozott civil szervezet elnöke, ahogy az előbb elhangzott a Magyar Autós Érdekvédelem Egyesület elnöke. Azért láttam szükségesnek létrehozni a magyar autósok érdekvédelmét, mert az elmúlt 10-15 évben mindenhol azt látom, hogy egyre nagyobb mértékben szinte már kriminalizálnak minket, vegzálnak minket autós embereket, és egyik autós szervezet sem áll ki megfelelően az érdekeink védelmében. A probléma országos szintű, de Budapest különösen érintettebben. Az elmúlt években és a mai napig is tízezrével számolják fel a parkolóhelyeket, majd a maradékot helyhiányra hivatkozva teszik fizetőssé. Minden útfelújítás forgalmi sávok megszüntetésével, szűkítésével, parkolóhelyek teljes felszámolásával készül, autósként lassan jobban járunk, ha nem nyúlnak az utakhoz, mert mindig rosszabb lesz az eredmény, mint korábban volt. Kerékpársávokat minden előzetes átgondolás nélkül kizárólag az autósok területeinek elvételével hoznak létre, olyan helyeken is, ahol bőven lenne erre más megoldás. A Pesti rakpart rendszeres lezárása, amit a jelenlegi városvezetés érthetetlen módon megnyitásnak hív, miközben kordonokkal zárja le az utat. Tehát a Pesti e lezárása kiváló példa a koncepció nélküli és teljesen értelmetlen forgalomszervezésre, hiszen pont ez az útvonal, ami egy rendkívül fontos és jó megoldás lenne arra, hogy a belvárosból elszívja a forgalom jelentős részét. Felüljárókat akarnak lebontani. Betemetik az autós aluljárót. <kül> rendkívül fontos alternatív útvonalakat zárnak le az autós emberek elől, ezekkel túlterhelve a fő útvonalakat. Nagyon jó példa erre a 7. kerületben elhíresült Niedermüller labirintus. Teszik mindezt annak ellenére, hogy az autósok az egyetlen olyan közlekedői csoport, akik komoly adókat fizetnek a járművük után, mind annak megvásárlásakor, mind folyamatosan annak üzemeltetése során, melyből az állam komoly bevételekre tesz szert. Autózni kell, és az emberek többsége akar is autózni. Ha ez nem így lenne, nem lenne ennyi autó és nem növekedne a számuk. Hoztam néhány figyelemreméltó számadatot az autózásra kapcsolatban. 2022-es KSH adat szerint 4,1 millió személyautó van regisztrálva Magyarországon, melyek jelentős részét nem egyetlen ember használja, hanem sokszor egész családok is. Szintén a KSH adataiból kiderül, hogy Budapesten 2000-ben 560 ezer darab autó volt, 2022. decemberében pedig 710 ezer darab. Ez azt jelenti, hogy 2000-hez képest 21%-kal nőtt csupán az autók száma Budapesten 22 év alatt. Ez nincs 1%-nyi növekedés évente átlagot vonva. Erre folyamatos és nem is túl megerőltető mértékű fejlesztéssel könnyedén fel lehetett volna készülni folyamatos rombolás helyett. Nagyon fontos, hogy nem csak az számít autósnak, akinek a nevén van egy autó, és vezeti azt. Azok az emberek is autósok, akik ugyan nem vezetik az autót, nem az ő tulajdonuk, de mégis minden nap autóval közlekednek mindenhová, például akár a gyerekek, akiket a szüleik mindig autóval visznek iskolába, onnan, haza, meg egyéb helyekre is. Idős emberek, akiket a rokonaik autóval szállítanak, családlátogatásra, kórházba, stb., mert már nem tudnak békevel közlekedni, vagy nem is akarnak. Ez azt jelenti 4 millió esetében, hogy kb. 6 millió autós ember érdekeit veszik semmibe, akkor, hogyha csak másfél ember számolok egy autóra, ami egyiket valószínűleg több is. Ebbe a csoportba tartozik Karácsony Gergely is, hiszen aki szolgálati autóval jár mindenhová, sofőrrel, mert ugye neki nincs jogosítványa, de ő is autósnak számít ezáltal, olyan autósnak, aki az autózást és az autós embereket folyamatosan kriminalizálja és üldözi. Az autós ellenes beállítottságú városvezetés álmokfutását muszáj megfékezni. Ha nem tesszük, akkor Budapest hamarosan teljesen járhatatlanná válik autóval. Ezért minden autós kérek, hogy csatlakozzon takként vagy támogatóként a Magyar Autós Érdekvédelem Egyesülethez, hiszen eredményt csak komoly összefogással erőt mutatva tudunk elérni. Kérjük, iratkozzanak fel mind a Mi Hazánk Mozgalom, mind a Magyar Autós Érdekvédelem YouTube csatornájára, és kövessenek minket közösségi oldalainkon is. Mindezekhez a linkeket a videó leírásában megtalálják. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen!